Érkeznek a cigány családok a Szent Misére a Szőlősi Jézus Szíve templomba. Mintegy 300-an látogattak el a találkozóra, amelyen Székely János esztergomi budapesti segédpüspök lovári nyelven köszöntötte a megjelenteket. Dámen magtálen, szunto del, teltum ez orbák, szasztipet, te zsutilvitu mára familia, szunto del, teljes szunte, szunto Mária. Az egyházmegyei cigánycsaládok találkozójának ötlete még tavasszal merült fel. A Caritas a papsággal egyetértésben arra jutott, hogy az anyagi és egyéb támogatások mellett a cigányok lelki gyarapodását is megpróbálja elősegíteni. A politika azért nem mindenben sikeresen próbálja őket integrálni, és az integráció sok esetben mesterséges szegregációhoz vezet. Tehát ez motivált bennünket abban, hogy jó lenne, ha az egyházmegyében felmérnénk, hogy elsősorban hol van nagyobb cigány közösség, és őket meghívnánk erre a találkozóra. A szentmisét követően a templomkertben folytatódott a program, ahol mások mellett Orsós Zoltán csákhánydoroszlói plébános tanúságtételét is meghallgathatták az érdeklődők. Vele együtt Székely János püspök is azt vallja, hogy a felnövekvő cigány gyerekek fejlődéséhez és a társadalomba történő sikeres beilleszkedéséhez elengedhetetlen a gondos szülői háttér. Meg vagyok arról győződve, hogy három alaposzlop van, amivel a romáknak a főzárkózását leginkább tudjuk segíteni. Munkahelyteremtés, oktatás, a kettő nagyon szorosan összefügg, de a harmadik oszlop az az emberi szív. Tehát ha egy ember a mentalitásában alakul, befogadja az evangélium örömhírét, az Istent, akkor igen gyakran nagyon sok minden az életében azonnal rendeződik. Az eseményen részt vettek cigány művészeti csoportok, volt ének, tánc, szavalat, a rendezvénysátor mellett pedig kézműves foglalkozással várták a kicsiket.